Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ismét itt lehetek. Alapvetően a Wigner Fizikai Kutatóközpontnak a munkatársa vagyok, és elméleti részecske fizikával és nagy energiás magfizikával foglalkozom, emellett a Magyar Alice csoportnak a vezetője vagyok. Tehát kísérletben és elméletben is dolgozom. Én is végigmentem ezeken a stációkon, amiket a Gyula mutatott, és hát kellett mind a kettő ahhoz, hogy ide juthassak, és hogy ezt csinálhassam, amivel most foglalkozom. Általában, amikor előadásokat tartok, többnyire a szakmámnak a szűk területéről szoktam előadást tartani, ahogy mindenki. Ez általában vagy elméleti nukleáris effektusok vizsgálata, nagy energiás ütközések vizsgálata, vagy pedig ehhez tartozó kísérleti dolog, a CERN-es kutatások, a CERN nagy hadron ütköztetőjében folyó kísérletek. Az előadás végén mindig azt a kérdést szoktam kapni, hogy mire jó ez az egész, mire tudjuk használni azt, amit itt megépítünk, amit kifejlesztünk a tudományos igények kielégítésére. És hát az ember szokott mondani néhány dolgot, ami rögtön elő eszébe jut, hogy hát nem lenne internet, hogyha nem lett volna a CERN, nem lennének szupravezető mágnesek, hogyha ez az igény nem merül föl a nagy energiás részecskegyorsítókban. És hát körülbelül itt meg is szokott állni a dolog. Ez az előadás most egy kicsit fordított lesz. Itt most azt szeretném megmutatni egy rövid bevezető után. Az előadás első fele arról szól, hogy mik is a részecskegyorsítók. És az előadás második feje pedig kifejezetten arról szól, hogy szeretném megmutatni, hogy azt a technológiát, amit ott kifejlesztettünk az elmúlt 60 év alatt, azt mire lehet felhasználni a hétköznapi életben, konkrét alkalmazásokkal. Az igazság, hogy amikor összegyűjtöttem ezeket, akkor én is meglepődtem, hogy olyan alkalmazások vannak, amikre nem is gondolna az ember. Na, akkor csapjunk is bele, de ahhoz, hogy az egésznek a feelingje meglegyen, ahhoz először kezdjünk egy játékkal. A játék az, hogy mi a világ legmagasabb épülete. Ki az, aki tudja? Kérek egy bátor önként jelentkezőt. A világ a Föld nevű bolygó legmagasabb épülete. Így van, a Dubai, itt látható az épület. Ugye van ott még mellette egy csomó másik épület, de ez a legmagasabb épület a Földön. Vannak még további magas épületek is a Földön. Itt látható ez a Burj Khalifa, vagy Khalifa torony magyarul, ami 883 méter magas, és akkor itt láthatóak még további, általában arab és ázsiai országoknak a hatalmas épületei. Van ilyen nagy sörnyitó is egyébként, hogyha megnézzük. Jó, akkor hogyha ezeknek a fejlődését megnézzük, akkor az látszik, hogy hát úgy gyakorlatilag a 20-as, 30-as évektől kezdve indult ez a boom, és aztán itt van egy hirtelen nagy áttörés, ez egy technológia áttörés, és az a kérdés, hogy mi lesz a világ legmagasabb, a Föld nevű bolygó legmagasabb épülete 2020-ban, akkor itt épül a következő szintén arab országokban, ami már az 1 kilométeres magasságot fogja ostromolni. Tehát van tovább, van olyan technológia, amivel ez megvalósítható. Jó, azért ne menjünk olyan messzire, nézzük meg a hazai helyzetet is, hogy itthon mi a helyzet. Hát a hazai viszonylatban a legmagasabb építmény, az ugyan nem lakóépítmény, az a Lapi-hegyi adótorony, ami majdhogy nem az Eiffel-torony magasságában van. Tehát ha valaki olyan magasra akar menni, mint az Eiffel-torony, akkor odáig is elmehet. De vannak itt alacsonyabb épületek, hogy Budapesten mi a legmagasabb, hát itt látható, hogy a Szent István Bazilika, aztán a rendőrpalota az antennákkal együtt, meg a parlament, ezek azok, amik a legmagasabb épületek Magyarországon, és gyakorlatilag a harmadik helyen van a Soténak a net tömbje, ami szintén a legmagasabb. Ezek a legnagyobbak, ugye? Tehát ez az, ami látszik, amit a mindennapi életben, hogyha megkérdezik, hogy mi Budapest legnagyobb valamilyen, akkor az ember rámutat. Hát így néz ki egy nagyon szép kép Budapestről, itt látszik az egyik legmagasabb épületünk, az egyik dobogós, itt látszik a másik legnagyobb dobogós épület, de azért itt még van rengeteg olyan épület, ahol emberek élnek és laknak, ahol kinéznek az ablakon, a szomszéd épületet látják csak, mert nem látják tőle a többit. Kicsit erre haj az ez a mostani előadás is, mert van egy csomó olyan dolog, ami a nagyok mellett nem látszik. És akkor most nézzük ugyanezt részecskegyorsítókkal.
Itt látható a világ legnagyobb részecskegyorsítója, a CERN nagy hadronütköztető berendezése, amely nagyon sok mindenben a világrekorder építmény. Ez egy piros karika. Így van. Ezen a piros karikán, ez egy 27 km kerületű körgyűrű, amely kb. 70-80 méterre helyezkedik el a Föld felszín alatt. Itt látható a távolban a Mont Blanc, ez itten a Genfi-tó, és ez a Jura hegységből van fényképezve. Itt a Genfi repülőtér. Hogy ezen milyen kísérleti berendezések vannak, azokról nap mint nap hallunk a rádióból és a tévéből. Az egyik ilyen az ALIS kísérlet, aminek a magyar csoportját vezetem, a másik mondjuk a CMS kísérlet, amiben szintén van elég jelentős magyar hozzájárulás, és az ATLASZ kísérlet. Utóbbi kettő az, amelyik a Higgs részecske felfedezéséhez végezte el a méréseket. Tehát ez az, amit látunk. Hol helyezkedik el? Még egyszer itt van ez a 27 kilométer kerületű gyűrű, itt látszik a Genfi tó, átszeri az olasz-francia határt, ott megállnak a részecskék útlevél ellenőrzésre, meg minden, ahogy kell, és egyébként közel fénysebességgel szaladnak körbe-körbe. Azt is szokták mondani, miután ez a világ legnagyobb ilyen kísérleti gyűrűje, hogy az LHC a részecske gyorsító gyűrűk ura, a nagy hadronütköztető. Így néz ki a Föld alatti képe ennek, csak hogy mutassam és lehessen látni. Így néz ki az alagút, és hát miben rekorder? Egyrészt, ahogy mondtam, a méretében a legnagyobb energiájú ütközéseket tudja előállítani. Ez proton-proton esetében most 14 teraelektron volt, és 5,5 nukleononkénti teraelektron volt az atommagokban. Aztán... Azzal a tűzoltókészülékkel semmit. Ez körülbelül 30 ezer tonna fém, amire azt is mondják, hogy a világ leghidegebb pontja, hiszen 1,9 Kelvin hőmérsékletre van hűtve, szupravezető mágnesekből áll, és a világ legmagasabb hőmérsékleteit állítja elő az ütközésekben, a legnagyobb energiájú ütközésekben. Hol vannak még részecskegyorsítók? Ugye, hogy ha visszamegyek ahhoz a logikához, ahogy kezdtem, ez a legnagyobb, a legmagasabb, a leg. De vannak még további részecskegyorsítók, amik szintén dobogósak. Itt látszik, hogy hol. Az egyik a Brookhaven National Laboratory-ban található relativisztikus nehézion gyorsító, aztán a Fermilabban, Berkeley-ben, a SLAG-ben, Németországban, a Hamburgban a DESI gyorsító, a GSI gyorsító, Darmstadt, Frankfurt mellett, és természetesen a japánoknak is van, és ugyan nem rajzoltam föl, de ezek a legnagyobbak, ezek mellett további részecske gyorsítók is vannak, amik szintén kutatási célt szolgálnak. Fölmerül a kérdés, hogy az előző logikában maradva, hogy és lesz-e következő? Ugye? Tehát van-e értelme ezt a fajta fizikát folytatni? Van-e értelme? Vannak-e jelek arra, hogy érdemes legyen a következő részecske gyorsítót megépíteni? Hát vannak, ugye már most az LHC-nél is van egy olyan jelenség, a 750 geves részecske, ami egy új lehetőséget nyit, új fizikákat mutathat. A másik dolog, ami mutatja, hogy van fizika és van értelme följebb menni, az az, hogyha megnézzük a részecskéknek, a kozmikus részecskéknek a spektrumát, akkor körülbelül itt van a nagy hadronütköztető, és ez a spektrum tart még tovább. Tehát van értelme nagyobb energiájú ütközéseket vizsgálni, ott van olyan fizika, amit még nem értünk, nem tudjuk pontosan, hogy. Ezért is tervezünk egy olyan gyorsítót, ami ennél még nagyobb lesz. Itt látszik, hogy hogyan fejlődött körülbelül a 40-es, 50-es évektől kezdve a különböző fajta részecske gyorsítóknak az ütközési energiája, és hát itt van az LHC, és hát látszik, hogy különböző irányokban ezt még lehetne tovább vinni. A jövő részecske gyorsítója az 2020-ra tervezhető. És ez el is kezdődött, éppen itt az elmúlt években indult az első study, az első ilyen előtanulmány arra vonatkozóan, hogy milyen legyen ez a gyorsító. FCC-nek hívjuk most leánykori nevén, majd meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Ez a Future Circular Collider, tehát ez szintén egy gyűrűfajta, tehát gyűrű alakú gyorsító lesz, ütköztető gyorsító, és hát a jövőben lesz valamikor. Itt látszik, hogy az LHC az körülbelül a 80-as évek végén, közepén kezdődött el egy ilyen tervezéssel és előtanulmányokkal, prototípusokkal, és akkor ez az, ami gyakorlatilag a 2010-es évektől kezdve működik és fizikát csinál. Ez az, aminek a hatását most érezhetjük.
a következő gyorsító, és ez, hát ez még fog is tartani, tehát ez 2030-ig még így az upgrade-ekkel együtt tart is, viszont a jövő gyorsítójának most történik a tervezése, és úgy tervezzük, hogy 2035 környékén lesz ebből valami. Hogy hol lesz, az egy érdekes kérdés, egy ilyen berendezésnek az előállítása az rengeteg pénzbe kerül. Jelen pillanatban két olyan hely van a Földön, ahol ezt meg lehet valósítani, és a kormányok hajlandóak rá, vagy szövetségek hajlandóak rá pénzt adni. Az egyik lehetőség, hogy itt törpül el az LHC-nak a gyűrűje a következő FCC mellett, tehát ugyanott, ahol már van egy részecske gyorsító, oda épülne a többi nemzetközi összefogással, vagy pedig Kínában is vannak tervek egy vagy két ilyen óriási gyorsító gyűrű megépítésére. Mint ugye hát a kínaiak nagyba játszanak a nagyfalt óta, úgyhogy gyorsítóban se egyszerű dolgot építenek. Mekkora lenne egy ilyen gyorsító? Itt most a kerület az olyan 80 és 100 km között lenne. Az ütközési energia az olyan 100 teraelektronvolt proton-protonra. És ahhoz, hogy ez a részecskéket körpályán lehessen tartani, erről majd beszélek, ahhoz olyan 16 teslás mágnesekre van szükség. Most körülbelül így a felét tudjuk a mostani LHC-s részecske gyorsítóba. Tehát látszik, hogy lesz itt igény. Na jó, szóval miért is kellenek a részecske gyorsítók, és akkor egy kis történelemmel indítanék. A legegyszerűbb részecske gyorsító, ami létezik, az a Van de Graaff generátor, amely Robert Van de Graaffról kapta a nevét. Ilyet az iskolai szertárakban is szoktunk látni, és mindig meglepődünk azon, hogy azért, hogy az ember egy kis gumiszalagot rángat körbe-körbe, és olyan kis keféket rárak, az ilyen elég csúnyán tud csípni, amikor megfogjuk mind a két felét. Tehát ugye az látszik, hogy itt van egy ilyen öv, amit teker valami mechanikus szerkezet, és ezekről a kis kefécskék óvatosan leszipkázzák a töltéseket, amit utána erre a szép gömbnek a felületére össze lehet gyűjteni, és aztán ezzel lehet mindenféle csinálni. Most ez a fajta detektor, ez a fajta gyorsító, vagy gyorsító berendezés, az a 1929 környékén készült. 80 ezer voltra, azaz 80 kilovolt feszültséget tudott létrehozni, és ezzel tudott mindenféle kísérleteket csinálni az ember töltött részecskékkel, hogy néz ki ez. Hát az összes science fiction filmnek az alapkelléke ugyanez sötétben megvilágítva. Ez az egyik ilyen, ami az Atomkiban látható berendezés, a Debreceni Atomki Intézetnek a kertjében van kiállítva a maradványa. Na lépjünk egy kicsit tovább. Ugye, A következő dolog, hogy hát ugye ennek az eredményeként hogyan lehet ezzel részecskéket gyorsítani? Az ember vesz egy kondenzátorlemezt, a kondenzátorlemez között kialakul a statikus elektromos tér, belerakok egy töltött részecskét, aztán az hajrá gyorsul. De ez ugye bonyolult, mert hogyha nagyba akarom csinálni, akkor ott mindenféle probléma merül föl. Ezért az ember azt találja ki, hogy megpróbálja ezt a gyorsítót egy tömörített formában sok-sok ilyen egymást követő kondenzátor lemezzel összeépíteni, sőt, hogy még kevesebb helyet foglaljon, ezt rádiófrekvenciás üregrezonátorként valósítja meg, aminek az a lényege, hogyha egy töltött részecskeit bejön ebbe a furcsán kialakított ilyen réz vagy ezüst üstökre emlékeztető szerkezetbe, akkor a megfelelő polaritással váltott elektromágneses hullám, mint a szörfösön a hullámok, mindig lök rajta egy kicsit, és mindig előrébb és előrébb tud menni. Ugyanazon a hosszon sokkal nagyobbat tud rajta gyorsítani, mintha egy sima kondenzátorban lenne benne. Na ez nagyon jó, de ebből, hogyha az ember ilyen teraelektronvoltos gyorsítót akar csinálni, akkor az bizony igen hosszú lenne, és ha igen hosszú lenne, akkor marha nehéz lenne megcsinálni azt, hogy ez ténylegesen egy egyenes, gyönyörű egyenes objektum legyen, például egyszerűen kilógna a Földből, ha más nem azért, vagy nagyon mélyre kéne rakni, ott meg tektonikai mozgások vannak, úgyhogy ez nem jó. Úgyhogy az ember kitalálja azt, hogy megpróbál ebből egy ilyen köralakú gyorsítót csinálni, és akkor köralakú gyorsítóban ugyanazon az egy darab gyorsító elemen megy át sokszor a részecske. Ugye ez egyszerű ötlet. Az LHC pontosan így működik, hihetetlenül hangzik, de a 27 km kerületű gyűrűben kettő darab olyan 16 méteres szakasz van, ahol a gyorsítás folyik, és az összes többi rész az semmi, ott csak turnéznak körbe a részecskék. Hogy miért turnéznak körbe? Azért, mert töltött részecskék mágneses térben eltérülnek a
Lorenzerő szerint. Itt látszik egy buborékkamrás felvétel töltött részecskékről mágneses térben. Ugye amelyik kicsit térül el, az vagy azért nem csinál semmit, mert semleges részecske, és arra nem hat a mágneses tér, vagy amelyiknek ilyen jó nagy görbülete van, az vagy nagyon gyorsan ment, vagy nagyon kicsit tömegű, és vagy nagyon tömegű, és akkor amelyik föltekeredik, azok az igazából a lassú részecskék. Itt látszik, hogy a töltés és a mágneses pólusnak megfelelően különböző irányba is el tudnak térülni, tehát lehet látni, hogy melyik a pozitív és melyik a negatív részecske, és hát ahogy mondtam, a nagy impulzusú, nagy momentumú részecskék azok kevésbé térülnek el, a lassúak meg így föltekerednek szépen ezeken a detektorfelvételeken. Tehát akkor megvan a megoldás, hogy mit lehet csinálni, és ahogy mondtam, itt ezen az ábrán látszik, hogy szépen körpályára kényszerítjük mágneses tér segítségével a töltött részecskéket, azok keringenek körbe, időnként gyorsítunk rajtuk, és akkor gyakorlatilag így lehet csinálni kör alapú gyorsítót. Hogyha ezt még magasabb szintre emeljük, ez az, amit Ernest Orlando Lawrence talált ki a század elején. Gyakorlatilag egyébként nagyon sok mindenről volt híres, nevéhez fűződnek különböző izotópszeparálások, ez a maga a ciklotron, amit itt szeretnék bemutatni, és aztán Nobel-díjat is kapott érte, nevét őrzi a 103. elem a periódusos rendszerben, amelyet Laurentiumnak hívnak. Ja, itt látszik az ötlet, egyszerűen tehát van egy mágneses tér, ez a két korong itt a mágnes, a mágneses térben körpályára van kényszerítve a töltött részecske, és egy ilyen furcsa alakú kondenzátor segítségével, ahogy halad körbe-körbe, mindig megfelelő lökést adva neki megfelelő polaritással, a polaritás változtatgatásával, szépen fel tudom gyorsítani a részecskét, ahogy gyorsul, ugye egyre nagyobb körpályára kényszerül, és a végén egyszer csak kibújik belőle, és utána lehet nyalába tenni, és rálökni valami kísérleti targetre. Itt látható a feltaláló az eszközével a kezében, ez majd mindjárt elő is fog jönni. Ez egy ilyen picike kézzel fogható eszköz volt, körülbelül olyan 30 kg elektronvoltot tudott. Itt is látható, hát 30-80-at. Tehát ez az, ami a Lorenz-féle részecske gyorsító, ciklotron. Az átmérője 12 cm volt, 80 kg volt, tehát 80 ezer volt a gyorsító feszültség benne. Volt egy ember, aki megépítette, meg a technikus, és ketten üzemeltették, és körülbelül 150 euróból lehet összehozni. Ezzel szemben a nagy hadronütköztető összevetésként, tehát itt ez sokkal nagyobb, itt elcsúsztak a számok. A mérete ugye ennek jóval nagyobb, az átmérője az ugye ilyen 8 km körül van. Elcsúsztak a kitevőim, elnézést. 8-14 teraelektron volt az ütköztetési energiája, körülbelül 2000 fő üzemelteti, és körülbelül olyan 8000 fő próbálja a fizikát megvalósítani hozzá, és hát másfél milliárd euró lenne a nullából való fölépítése. Tehát kicsit nagyot ugrott a világ, ez ugye a Burj Khalifa, a legnagyobb épületünk a részecske fizikában. Akkor itt egy pillanatra hagy álljak meg, és hagy mutassak valamit. Ez az előadás nyitó előadása a Simonyi százas eseménynek. Simonyi Károly, az ismert mérnök és fizikus, 1916-ban született és 2001-ben halt meg. Ebben az évben ezt az évet neki dedikáljuk. Az egyik fontos érdeme, rengeteg érdeme mellett, az pedig az volt, hogy ő építette az első magyar részecskegyorsítót, amelyet a Soproni Egyetemen készített el 1952-ben, és amely egész pontosan itt lent a földszinten látható, kiállítva. Tehát, hogyha majd vége az előadásnak, és kisétál a hallgatóság, akkor ott meg lehet tekinteni ezt a berendezést. Tehát ez volt az első magyar részecskegyorsító. Nevéhez fűződik a BME-nek, az elméleti villamosságtan tanszékének a létrehozása, a KFKI atomfizikai osztályának a alapító tagja volt szintén. A Soproni Egyetemen építette ezt, és azt hiszem, hogy nagyon nehéz úgy végigmenni a műszaki egyetemi és a fizikusi tanulmányokon, hogy az ember ne találja szembe magát Simonyi valamelyik könyvével, akár az elméleti villamosságtannal, akár a fizika kultúrtörténetével, ami egy olyan összefoglaló a Google univerzum előtti időkből, amit szerintem még Google-el se lehet nagyon, nagyon felülbírálni. Jó, tehát ki kell emelni hazai viszonylatban őt is. És akkor nézzük, hogy mire is való egy részecskegyorsító. Tehát az elv az, hogy
töltött részecskéket gyorsítsunk, és a töltött részecskéket aztán majd valamire használjuk. Mi történik, amikor töltött részecskéket gyorsítunk és összeütköztetünk? Ugyanaz, mint ebben az egyszerű hétköznapi helyzetben, amikor például két autó frontálisan összeütközik, ugye mind a kettőnek volt valami mozgási energiája, a mozgási energia a frontális ütközésnél átalakul belső energiává, amit a hála a mérnököknek nem a, ezen a zárt biztonságos utastéren kívüli rész, a motor, meg a mindenféle kütyű, amit belepakolnak, meg az energia elnyelő elemek fognak elnyelni. Ezen a képen egy hasonló helyzet látszik, ez egy olyan felvétel, ami hamis színeztek, azt szerint, hogy mennyi, tehát egy infrakamerás felvétellel összekeverték. Ugye látszik a picike szög, amit a nagy kalapács megüt, és látszik, hogy a picike szög az szépen melegszik föl, ahogy a ütődést kapja. Tehát itt is látszik, hogy a belső energia történik. Nagy energiás részecske ütközésekben ugyanez történik, alapelv az, hogy mozgási energiát növelünk, ezt lehet csinálni a gyorsítók segítségével, és utána összeütköztetjük őket, és gyakorlatilag ez az, amiből új részecskéket keletkeztethetünk. Na most, akkor nézzük, hogy ezekkel mit lehet csinálni a hétköznapokban. És ez igazából majdnem az, mint amit az évszázadokon keresztül az alkímia szeretett volna. Tehát ugye a részecskéknek, az atommagoknak, tehát újabb részecskéket hozhatunk létre, ez történik az LHC-ban például, vagy a kisebb energiájú gyorsítókban, vagy pedig akár atommag szintjén módosíthatjuk az atomokat. Ez persze nem ingyen van, valaki a végén mindig kifizeti a villanyszámlát, de meg lehet csinálni olyan dolgokat, és trükkös mérnöki eljárásokkal el lehet jutni oda, hogy ténylegesen új elemeket alkothassunk, vagy elemeket módosíthassunk, molekulákat változtathassunk meg. Az a példa, ami a hétköznapi részecske fizikai életében van, az itt látszik, tehát a nagy energiás ólom-ólom atommagok ütköztetése. Itt ugye a relativisztikus kontrakció miatt a gömb alakú, majdnem gömb alakú ólomatommag ütközik egy másikkal, viszont azt ilyen palacsintának látjuk, és utána egy csomó új részecske keletkezik. Ez ugye a top, ez az, amiért a részecske gyorsítók épülnek. Azonban minket most az érdekel, hogy a hétköznapokban mi történik. A régi időkben minden jó volt, szoktuk mondani, például mindenkinek volt otthon részecske gyorsítója. Itt látszik ez a régi hagyományos katott sugárcsöves tévéképcső, aminek az őse a legegyszerűbb részecske gyorsító, ami itt látszik ezen a leegyszerűsített rajzon, tehát van egy elektronforrás, ahonnan töltött részecskéket hozunk létre. Ez a lemez ehhez a forráshoz képest pozitív töltésre van, vagy pozitívra van kapcsolva, tehát az elektronok elindulnak abba az irányba, és utána van egy fókuszáló mágnes, hogy minél jobban tudjunk nyalábot kialakítani, és utána van egy ilyen érzékelő képernyő a túloldalon. Tehát akkor itt látszik, hogyha kijön az elektron nyaláb, hogyha itt ezek az eltérítő lemezek meg a fókuszáló mágnesek megfelelően irányítják a dolgot, akkor valamilyen képet tud kirajzolni. Mágneses térben össze tudom fókuszálni, az elektromos térrel pedig tudom gyorsítani, illetve itt ilyen mindenféle lemezekkel eltéríteni fölfelé, lefelé, és akkor lehet képet előállítani. Kicsit furcsán hangzik, hogy a bátor nemzedékek nőttek fel úgy, hogy egy részecske gyorsítóval ültek szembe minden este, amikor a barátok köztöt nézték. De volt barátok köztünk, még akkor még volt. Kicsit visszafelé gondolkodva hasonlítsuk össze a két berendezést. Tehát ez egy részecske gyorsító, konkrétan ez is egy elektron gyorsító, ez a nagy elektron pozitron gyorsítója a CERN-nek, ami már nem létező gyorsító, de ugyanabban az alagútban volt benne, amiben most az LHC van. Tehát ez is egy ilyen ugyanolyan kerületű gyorsító volt. Ebbe elektronokat gyorsítottak, ugyanúgy voltak eltérítő mágnesek, amik pályán tartották, voltak fókuszáló mágnesek, és abban még több ilyen gyorsító elem volt, ami ilyen furcsa alakú szerkezetként van ide rajzolva, és akkor ebből egy ilyen szendvicset csináltak a gyorsító teljes kerületén, és ebben lehetett elektronokat gyorsítani és ütköztetni. Ugye, ahogy az előbb elmondtam, pontosan ugyanez van itt, csak kicsibe, tehát volt egy elektronforrás, azokat fókuszáltam, eltérítettem, és hát volt egy gyorsító feszültség. Ez akkor ilyen 100 GeV, tehát 100 gigaelektron volt, ez pedig 30-80 kiloelektron volt közötti érték. Oké.
Na most akkor lássuk, tehát ez volt a hétköznap, manapság már ilyen nem minden család van otthon, kiszorították a plazma tévék, meg az LCD tévék, kevesebb helyet foglalnak, kevesebb energiát foglalnak. Azért egy ilyen tévé elvitt olyan 100-200 wattot simán, ahhoz képest most, hogy így 20-30 watt egy ilyen lapos tévé, az egy elég jó előrelépés volt. De az ipar, ahol szükség van ezekre a nagy energiájú, nagy teljesítményű berendezésekre, az ott igenis megvannak, csak nem vesszük észre őket. És akkor most, amit szeretnék mutatni, ez igazából az előadásnak a fő része, az az, hogy milyen alkalmazások vannak. Először is szeretném összerakni azokat a tudományterületeket, vagy ipari területeket, ahol ezeket használják, tehát az egyik helyen az egészségügy, aztán új anyagok előállítása, a vegyipar, virológia, a pozitron emissziós tomográfia, az igazából az egészségügyhöz tartozik. Ezekhez vannak ilyen kis mindenféle segédképek, de ezt szeretném áttekinteni a következőkben. Gépjárműgyártás, elsősorban az autó- és repülőgépipar, mikroelektronika, energetika, kulturális örökségvédelem és akár az új energiaforrások keresése is. Az első, ami legközelebb hozzánk esik, az az élelmiszeripar. Csak az Egyesült Államokban évente körülbelül 60 ételmérgezés történik. Ezek elkerülhetőek lennének akkor, hogyha az ételek megfelelően sterilen lennének tárolva. Nem is gondoljuk, hogy azok a gyümölcsök és zöldségek, amik a hétköznapi a boltok standjain ott vannak, azokat nagyon sokszor kezelik valamilyen sugárzással. Ugye ennek nincsen nyoma, nem kell tőle félni, általában az a társadalmi előítélet övezi ezt a dolgot, de ezeket meg lehet csinálni úgy. Régen ezt úgy csinálták, hogy kiürítették a kertet, hoztak egy kobaltágyút, ráirányították a krumplira, ott tartották pár órán keresztül, elvitték a kobaltágyút, és utána a krumpli 3 hétig nem csírázott sem erre se. Ezt lehet ugye látni ott is. Tessék kipróbálni, hogy vesz az ember egy boltos krumplit, mellé rakja a hazait otthon a kertből, és melyik fog hamarabb kicsírázni. Na, itt látszik egy hasonló dolog. Ezt persze nem csak kobaltágyúval lehet csinálni, ami egy statikus forrás, hanem meg lehet csinálni különböző részecske nyalábokkal, amiket sokkal jobban kibe lehet kapcsolatni, sokkal jobban kontrollálható az egész. Ugye szoktuk hallani ezeket a rémtörténeteket, amikor mondjuk Brazíliába vagy Mexikóba ellopnak az autópályáról egy kamionon tárolt kobaltágyút, és utána a fél falu sugárfertőzésben meghal, mert szerencsétlenek nem tudták, hogy mi az a világító dolog, amit kibányáztak nagy nehezen a hatalmas fém hasából. Szóval annak megvannak a veszélyei. Ilyennek a gyorsító sokkal jobb, mert bekapcsolom, van sugárzás, kikapcsolom, nincs sugárzás. És bekapcsolom, van hatás, nincs hatás. Tehát itt látszik egy ilyen szerkezet, ahol futószalagon jönnek a különböző élelmiszeripari termékek, és akkor ezt fölülről egy ilyen kisebb elektronágyúval be lehet lőni, esetleg röntgennel is, roncsolásmentes az egész, jól választott energia mellett, nem marad benne aktivitás, és hát akkor akár a pulyka az asztalon Amerikába, vagy itt látszik, hogy ezeken a barackokon, hogyha nincsenek besugározva, akkor elindul rajtuk az élet, ezeken meg szépen egészségesen megmaradna. Tehát rögtön egy olyan eset, ami így a hétköznapokban előfordul, és nagyon könnyű lenne. Hasonló ez a fejlesztés alatt álló berendezés, ez egy olyan 1 méteres részecske gyorsító, és ezt egy nagyvárosnak, egy 20 milliós nagyvárosnak a szennyvíz tisztítására, vagy víztisztítására próbálják használni. Az elv az nagyon egyszerű, fognak egy részecske nyalábot, és elfolyatják előtte nagy nyomással az ivóvíznek szánt vizet, és gyakorlatilag folyamatosan besugározzák a vizet, mire a cső végén kijön azért, addigra semmi baja nem lesz a víznek, és sikerül belőle mindenféle mikroorganizmust kiölni. Ez egy olyan városban, mint mondjuk New York, vagy Mexikó, vagy hát inkább ugye általában a délebbi szubtropusi országoknál nagy gond, hogy nincs elegendő víz, vissza kell forgatni, vagy a mindenféle esővizet, amit összegyűjtenek, azt valahogy tisztítani kell. Ott ez nagyon nagy segítség, és megéri a befektetése, mert alapvetően egy ilyen kis egy méteres gyorsítót járatni, az nem egy olyan nagy dolog. Na, nézzük a műanyagipart és a vegyipart. Itt az alapelv az az, hogy valamilyen meglévő polimereket besugárzunk, és vagy összetöredezzük őket, vagy pedig ha megfelelő módon valamilyen segédanyagokkal vagy katalizátorokkal összekeverve sugározzuk be őket, akkor esetleg más formájú, elágazottabb vagy kevésbé elágazott molekulák is létrejöhetnek.
Ezeknek a polimermódosító gyorsítóknak az energiája az relatíve alacsony, tehát ez olyan 1/10 és 10 MeV-től indul igazából. Itt többnyire elektronbesugárzásról van szó, már körülbelül olyan 1500 üzem működik világszerte, ahol ezeket alkalmaznak, és a legjellemzőbb tulajdonság, amit, vagy a legjellemzőbb módszer, amit használnak, vagy ami már a gyakorlatilag leginkább elterjedt, az az, hogy kábeleknek a szigetelését tudják hőállóbbá tenni. Tehát van egy elektromos kábel, ami adott esetben, hogyha túl nagy áramot folyatunk rajta, akkor túl melegszik és meggyulladna rajta az a szerves műanyag, ami borítja, de ezáltal a kezeléssel ez később következik be, tehát a lobbanáspontja vagy az olvadáspontja módosítható ennek az anyagnak. Ez nagyiparban működik, itt látható egy ilyen berendezés, hát ilyen jellegzetes tölcsérük van ezeknek, ahol kijön a nyaláb, védje a környezetet, hogy nehogy másfelé menjen, és akkor alatta történik ez a besugárzási folyamat, és az eredmény az pedig ezek a kábelek, amik valószínűleg sokkal, ugye azért éri meg ipari méretekben csinálni, mert sokkal olcsóbbra jön ki, mint hogyha valami más anyagot használnának. Vagy mechanikailag olyan tulajdonságai vannak, ami jobb. Ehhez egy melléktörténet, amikor a CERN-be építették a részecskegyorsítót, meg a detektorokat, akkor előtte tesztelni kellett, hogy milyen kábeleket lehet betenni 80 méter mélyre, ahogy elhangzott itt a kérdés, hogy mire jó az a poroltó. Hát igazából nem csak azért nem kell, mert ha működik a berendezés, úgysem mehet le oda senki portoltani, de azért sem, mert olyan anyagokból építették fel az egészet, hogy minél kisebb legyen a valószínűsége a tűz kialakulásának. Csak akkor ott előzőleg szépen a kertbe égették a különböző kábeleket, magas árammal, hogy hát ha bedurran, és amelyik kiállta a próbát, az került beépítésre a részecske gyorsítóba. Na jó, menjünk tovább, és nézzük, hogy milyen más hétköznapi alkalmazás van. Ez egy nyomdaipari alkalmazás látszik, ez egy elektronprinter, ami nem elektronokat nyomtat, hanem elektronsugár segítségével tud nyomtatni. Méghozzá igen gyorsan, mert kb. 600 méter fóliát lenyomtat egy perc alatt, 12 szint használ, és a varázslat az egészben az, hogy ehhez egy vízbázisú festéket alkalmaz, tehát nincsenek csúnya oldószerek, amik károsíthatják a környezetet, nincsen olyan keletkező ilyen toxikus por, meg mindenféle dolog, ami tehát az ott dolgozókat károsítaná, tehát egy sokkal környezetbarátabb, kisebb környezetterheléssel járó berendezés van, ami iszonyatosan gyorsan nyomtat, és hát itt látszódik néhány ilyen amerikai termék, amiknek a fóliái vagy kartondobozai már ezzel a technológiával kerültek nyomtatásra. Akkor a következő ilyen érdekes dolog, és akkor most már elmegyünk a nehézipar felé, itt pedig a hegesztés és lyukfúrás. Az utóbbi időben egyre magasabb technológiai színvonalra kerültek a hétköznapi életben alkalmazható eszközök, így például az autóknak a motorja és az ahhoz kapcsolódó különböző berendezések. Ugye igazán nagy hatásfokú motort akkor lehet jól előállítani, hogyha a termodinamikai törvényeknek megfelel, minél inkább kiaknázzuk abba a szerencsétlen Otto ciklusba lévő energiát. Na most ehhez minden trükköt bevet az ember. A legtipikusabb trükkök az ugye, hogy minél jobban elporlasztani az üzemanyagot, ehhez ilyen injektorokat szoktak készíteni, amik nagyon nagy nyomáson, 100-200 báros nyomáson szokták az üzemanyagot porlasztani, illetőleg a túloldalon a teljesítménynöveléshez pedig a másik nagyon jó dolog a turbó feltöltő, ahol a nyomást, az egész égési folyamatnak a nyomását tolja föl. Mind a két berendezés a legkritikusabb pontja egy autónak, a legkönnyebben elromlik és irdatlan drága megcsinálni, mert ugye egy olyan technológia kell hozzá, ami ezt a több száz báros nyomást és akár nem tudom, egy 5-10 éven visszatekerés után 20 éven keresztül is tudja szolgálni az autóba. Ehhez a hagyományos technológiák, a hegesztések, forrasztások, szegecselések már nem működnek. Tehát ezt vagy az ember egybeönti, ami drága, vagy pedig keres valami olyan eljárást, amivel mélyen össze lehet házasítani a két anyagot.
Ilyen nagy energiás részecske nyalábokkal meg lehet csinálni, hogy két anyagot nagyon mélyen, molekuláris vagy atomi szinten összegyógyít az ember, és ezek a, hát itt látszik egy ilyen turbófeltöltőnek a keresztmetszete, itt látszik egy ilyen injektor, ezek, az egyik egy gázturbina, a másik egy repülőgéphajtómű darab, ez pedig egy ilyen sebességváltó rendszere valami autónak, ahol viszont egy másik dolgot csinálnak, ott korrózióvédelemmel látják el, azzal, hogy megedzik a külső felületét ezeknek a fogaskerekeknek. Tehát ez az, amikor két anyagot össze akarunk házasítani, arra is nagyon jó a módszer. De arra is nagyon jó, hogyha egyszerűen csak valamiben lyukat szeretnénk csinálni, és akkor itt van egy, álljon itt egy szám, hogy van-e olyan fúrógép, ami 3000 lyukat tud fúrni másodpercenként egy nyalábbal. Azért ritka, hogy tehát másodpercenként, jól írtam, tehát másodpercenként 3000 lyukat üt. Ez is egy olyan dolog, ami nagyon érdekes, és hát itt látszik egy ilyen berendezés, ami, ez egy ilyen hegesztő berendezés, gyakorlatilag semmi különleges védőeszköz nincsen az itt dolgozó kollégán, tehát jól el lehet shieldelni az egészet, tehát biztonságos és alkalmazható. A másik terület, ahol ezeket használják, az a repülőgépipar, ahol ugye a repülőgépeknél megépíteni és repülni vele néhány évet, az nagyon jó dolog, csak egyszerűen az anyagok előregednek. Például minap olvastam valami blogba, hogy a repülőgépeknek az ablakai annak idején sokkal nagyobbak voltak, hogy szép kilátás legyen, már ezek az új jetek, amik a 10 kilométeres magasság fölött repülnek, sokkal nagyobbak voltak az ablakai, aztán kiderült, hogy mindig valahogy az ablakok környékén törtek el, ahol az illesztések miatt túl nagy felület esett ki az anyagból. Most már ugye kisebbek az ablakok, és az illesztéseket se a szokásos szegecseléssel csinálják, hanem ilyen módszerekkel illesztik össze a különböző elemeket, amiket ezzel a mélyhegesztési technológiával raknak össze. Következő az egészségügy. Hogyha ezt a rajzot nézném, vagy ezt az ábrát nézném csak úgy magában, akkor az ember arra gondolna, hogy hát ez egy tudományos részecske gyorsító, hogyha csak nézzük itt ezeket a kicsi elemeket, nagyon hasonlítanak arra, amit az előbb felrajzolgattam. Ugye ilyen szendvics szerkezetben, körpályán mennek körbe, tehát van egy vákumcső, abban mennek a részecskék, rajta a gyorsító és pályán tartó elemek, és akkor egyszer csak kiengedjük ugyanúgy, mint a Lorentz-féle 12 cm átmérőjű gyorsítóból az egészet, és akkor mennek körbe, és akkor különböző kis kísérleti helyiségek vannak. Ez alapvetően a részecske gyorsító, a nagy is ugyanígy működik, tehát van így a körgyűrű, egyszer csak kivezetjük belőle a nyalábot, és utána, ha fix céltárgyas, akkor ráirányítjuk valamilyen céltárgya, és mögé rakjuk a detektorokat, és vizsgáljuk az ott keletkező részecskéket, vizsgáljuk az ott keletkező folyamatokat. Itt azonban ennek a hosszú egyenes csőnek a végén, egy-egy leágazás mögött, egy ilyen szépen berendezett szobába jut az ember, ami nem is műtőszagú, nem is úgy néz ki, mint egy műtő, egyszerűen csak van egy nyaláb, ahol megkapjuk az itt készített részecske nyalábot, és erre fölfekszik a beteg, és ott tudják a különböző betegségeket gyógyítani. Milyen betegségeket próbálnak gyógyítani? Általában azokat a rákos megbetegedéseket, ahol nagyon jól lokalizáltam van valami, esetleg nagyon nagy kiterjedésű a tumor, vagy nagyon szétszórt. Ezeket mind-mind meg lehet csinálni, lehet kezelni egy ilyen berendezés segítségével. Itt látszik egy ábra, hogy így néz ki az a rész, ahol kijön a nyaláb. Ezek ilyen néhány geves, általában proton vagy szén-12-es izotópú nyalábok, és hogyha az ablak mögé megyünk, akkor ott egy teljesen normális részecske gyorsítós berendezés van. Itt ugye nem folyik vér, nincsen kinyitva a páciens, egyszerűen befekszik oda, előtte egy nagyon bonyolult számítással meghatározzák, hogy milyen energiának és milyen szélességűnek és hova kell hatnia annak a nyalábnak, ami kijön a gyorsítóból. Ezek a gyorsítók kisenergiás gyorsítók, és a technológia az megengedi, hogy ezt irtózatosan precízen beállítsuk. Gondoljunk csak arra, hogy egy ütköző nyalábos gyorsítónál két protont kell eltalálni egymással szembe, amelyek közel fénysebességgel haladnak. Itt egy a proton méretéhez képest sokkal nagyobb terület van, amit be kell sugározni, és az energiával, meg a nagy tömegű részecskék segítségével be lehet azt állítani, hogy ténylegesen abba a tartományba adja le az energiáját a nyaláb, ahol
ahol arra szükség van. És nem úgy, mint mondjuk a röntgennél, hogy az ember csak odaáll, azt átvilágítják, és megy az mindenhova. Ennél a módszernél ténylegesen csak a tumor, vagy valami elváltozás az, ami a dózist megkapja, amivel meg tudjuk ölni. Ugye eznek az egész eljárásnak az a lényege, hogy azt a részt öljük meg, ami túlburjánzott, meg kicsit a környékét. Hogyha nem tudom jól irányítani, és nem tudom effektíven rávinni, akkor ott öl az mindent. Viszont a regeneráció során talán helyére kerül a dolog, és nem megy tovább. Tehát ezek a készülékek egyébként igen elterjedőben vannak. Európában most, nem, Európában és Amerikában együttesen 80 hadronterápiás központ van. Az egyik az itt a határ túloldalán, Bécs mellett a MedAustron, ahol egy ilyen néhány geves gyorsító van, és gyakorlatilag már 2-3 évre előre be vannak jegyezve az emberek, mert olyan nagy igény van rá, és folyamatosan épülnek. Úgy tudom, hogy Debrecen is tervezi, hogy létrehoz egy ilyen központot, ugye itt túl közel lennénk a határhoz, mi inkább nyugat felé gondolkozunk ebben. Ez egy standard részecske gyorsító, akár maga a gyorsító részét azt lehet interneten rendelni, nem olcsó, de gyakorlatilag ezek a orvosi alkalmazásra szánt gyorsítók, ezek megrendelhetőek, és utána kijönnek, fölépítik, és hozzá épül maga gyakorlatilag a félig kórház, félig tulajdonképpen egy részecske gyorsító vezérlőteremmel együtt, és ennek a házasításából készülnek el ezek a helyek. A másik érdekes dolog az a orvosi izotópok készítése, amit általában a pozitron emissziós vagy komputer tomográfiás eljárásokhoz van szükség. Ezeket az izotópokat, amik általában gyorsan bomló izotópok, ezeket például nálunk az Izotópkutató Intézet meg néhány KFT végzi ezeknek a gyártását. Ezek rövid felezési idejű izotópok, miért van erre szükség? Egyszerűen ezeket vagy injekción, vagy szájon át beviszik a páciensbe, meg eljárja az útját oda, ahova kell, és el lehet készíteni a felvételt. Ugye nem szeretnénk, hogy utána benn maradjon, tehát a cél, hogy minél rövidebb ideig legyen bent, azt pedig úgy tudjuk megcsinálni, hogy rövid felezési idejű izotópot alkalmazunk. Igen ám, de hogyha ezt legyártják, és el kell vinni valahova, meg el kell vinni különböző helyekre, akkor ott is mire odaér, addigra lehet, hogy az aktivitása leesik annyira, hogy már nem tudják használni. Ezért kerül kifejlesztésre egy ilyen viszonylag, hát nem tudom mennyire látszik a képen, ez gyakorlatilag egy ilyen asztalon elférő kicsi részecske gyorsító, amely a legjellemzőbb orvosi alkalmazásokban használt izotópoknak a helyi előállítását tudja megcsinálni, és akkor utána ezt ott rögtön frissébe lehet csinálni. Sőt, miután nem egy reaktor mellett, tehát általában ma az ilyen ritka izotópokat reaktor mellett készítik, itt, amit fönt kell tartani, amit életbe kell tartani, ami folyamatosan jár, és van egy csomó nukleáris hulladék. Ebben az esetben nincsen nukleáris hulladék, amikor kikapcsoltam a berendezést, utána a rövid felezési idejű izotópok még ott vannak egy darabig, aztán elbomlanak, de maga a berendezés már nem aktív, tehát ott se keletkezik gyakorlatilag radioaktív hulladék. És akkor hát ezek a jellegzetes képek keletkeznek, amiket a megfelelő detektorrendszerekkel föl lehet venni. Na hát akkor ezzel azt hiszem le is zárnám az egészségügyi részt, és rátérnék egy kicsit másik dologra, ez pedig a nemzetbiztonsági alkalmazás. Ezt volt szerencsém élőben látni itt Magyarországon egy ilyen berendezésnek a működését, hát iszonyatosan vicces és meglepő, hogy egyszerűen képes a részecske fizika erre. Hát az egyik lehetőség az az, hogy konténereket, vagy akár kamionokat átszkenneljen az ember, de ennek a kis testvére az a szkenner, amivel akár embereket, akár a bőröndünket lecsekkolják a Ferihegyi reptéren, amikor felszállunk a repülőre. Ott ugye elsősorban fémeket, folyadékokat keresnek, ezekben a nagyobb konténerekben viszonylag nagyobb dolgokat szoktak keresni, van, aki tankot csempész, volt rá példa, volt, aki hadipari alkatrészt cserélt, volt, aki ember csempész, és ezek mind-mind láthatóvá tehetők. Ugye, hogy globalizáció miatt egyre inkább van az, hogy hatalmas mennyiségű áru megy. Az Egyesült Államokban ez csak 2 milliárd tonna ez az évi áru
mozgás csak a határokon, tehát kellene egy olyan eszköz, amivel nagy tételben lehet ezt mérni, és hogy milyen a hatásfoka, meg milyen gyorsan működik, tehát egy kamionnak a szkennelése az a keleti határunknál 5 percig tart, és hát ugye érdemes lenne ezt úgy csinálni, hogy ne károsítsa az árut, ami bent van, ami esetenként igen vicces dolog is lehet, például itt ebbe a kamionba ezek nem űrlények, akik ülnek, hanem bizony sajnos menekültek, és itt látszik egy másik kép, ahol hihetetlen pózokban egy ilyen kamu tankba, tehát egy ilyen álcázott tankban, mármint egy álcázott üzemanyagtároló tankban bújtak el néhányan, akik a határátlépést próbálták illegálisan elkövetni. Ha most tehát ezt egy ilyen berendezéssel, ahogy itt látszik az előző képen, ő maga egy részecske gyorsítós berendezés, egy kamionra ráépítve, itt látszik egy ilyen kar, és a kamion vezetőnek csak annyi a feladata, hogy 5 km/h konstans sebességgel áthaladjon ezen a kapun, és a végén már jön is ki egy ilyen minőségű kép. Azt mondták a vámos kollégák, akik itt vannak, hogy árnyékról megismerik a cigit típusát is. Egy hosszabb, rövidebb idő alatt. Jó, akkor nézzünk környezetvédelmi alkalmazást. A környezetvédelmi alkalmazásoknál az egyik legfontosabb dolog, hogy manapság még mindig az elektromos áramnak egy 40%-a szénalapú égetett, tehát szerves üzemanyagoknak az elégetéséből származik. Erről elég nehéz lekapcsolni a világot. Ugye az atomenergia az jó lenne sok szempontból, mert sokkal tisztább, hogyha rendesen van kezelve, erről majd még beszélek a következőkben, de a társadalmi megítélése és a bekövetkező balesetek által okozott mindenféle szennyeződés és kockázat miatt ez egyre inkább a háttérbe szorul, noha sokkal jobban megéri. De majd, ha fogynak a szerves anyagok, akkor a nem megújuló források, akkor ebből persze újra elő fog kerülni. Az egész energiaipar az egy üzleti tevékenység, tehát nem kell a csodát várni, hogyha kifogy a kőolaj és kifogy a szén, akkor bizony mindenütt atomerőművek meg vízerőművek lesznek. És hát hiába szeretnénk a szélerőművekkel, ugye az a baj, hogy így hogy egy nagyon kicsi tartományban működnek. Nagyon, nagyon kicsi, van egy olyan szél erősség tartomány, ahol működnek, és sem alatta, sem fölötte nem használhatóak, és ez elég szűk ez a tartomány. Lehet cseleskedni, de az egész áramtermelési mechanizmusuk az olyan bonyolult függvényeket okoz az elektromos hálózatban, amit utána nehéz korrigálni és nehéz menedzselni. Ugye ez egy játék, a szolgáltatók próbálnak annyi áramot belepumpálni a drót egyik felén, amennyi a másik oldalon igényes, és vagy amennyire igény van a másik oldalon, és nem többet és nem kevesebbet, és ehhez van egy elég bonyolult logisztika és egy elég bonyolult fizika, ami ezt az egészet megcsinálja, és ebben nagyon nem mutat jól a kicsit fúj a szél, kicsit eláll a szél dolog. A napocskáról tudjuk, hogy akkor süt, amikor kedve van, de leginkább nappal, tehát éjszaka az bukta, akkor maradnak azok a részek, azok az előforrások, amik vannak. Na most, amíg égetjük a szerves anyagokat, addig is van lehetőség egy tanulmány szerint, ez már csak tanulmány, és a következő is csak tanulmány lesz, amit megmutatok, hogy a kijövő gázokat, amik általában ilyen kénhidrogének és kénoxigének, különböző szöhiometriai arányokkal, ezeknek jó részét, olyan legalábbis 10-30%-át a kéményre szerelt részecske gyorsítóval át lehet alakítani, olyannyira, hogy van egy szabadalom, amivel ezeket a nitrogéntartalmú vegyületeket például műtrágyává lehet alakítani, ami nagyon jó lenne, mert akkor ténylegesen vissza tudnánk fordítani. Másrészt, akinek ilyenje van, az a széndioxid kibocsátási kvótát tudja csökkenteni, tehát valamilyen módon pénzt nyerhet. A másik ilyen szeretnénk alkalmazás, azok az úgynevezett gyorsítóval vezérelt szubkritikus reaktorok. Ez egy nukleáris reaktor, amiben csak akkor indul meg a láncreakció, hogyha egy protongyorsítót bekapcsolok mellé, mert az közvetett reakciókon keresztül az produkálja hozzá a szükséges neutronokat. Tehát ha bekapcsolom a gyorsítót, akkor megy a reaktor, készíti az elektromos áramot, hogyha kikapcsolom a gyorsítót, akkor
akkor ez az egész folyamat automatikusan megáll. Tehát nem az van, hogy ha leszeretném állítani, akkor mindenféle vészleállító mechanizmus van, hanem én finoman tudom hangolni a detektornak a teljesítményét. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy olyan fajta nukleáris reaktor lenne, aminek a teljesítményét finoman lehetne hangolni, és hogyha kikapcsolom, akkor viszont megáll az egész. A másik előnye ennek, hogy ezekkel a proton belövésekkel lehetségessé válna az, hogy esetleg a kijövő leányelemeket utána még módosítsuk, és akkor utána nem annyira nagy radioaktív szennyezett nukleáris hulladékot állítunk elő, hanem kevesebbet. Jó. Na hát körülbelül ennyi az, amit röviden össze tudnék foglalni így a részecskegyorsítókról. És akkor, ha most itt a sorok között ülne befektető, akkor, és megkérdezné, hogy na jó, oké, tehát ez akkor poén, hogyha biznisz az egész, akkor nézzük, hogy mekkora biznisz ez az egész. Itt van egy ilyen kis összefoglaló, ez a EU-nak a Tiara programja, aki próbálja a gyorsítókat nyomni. Az Egyesült Államokban pedig a Department of Energy, aki szintén a gyorsítók hétköznapi felhasználását és ipari felhasználását nyomja. Tehát jelenleg a Föld nevű bolygón, hogy maradjunk itt, 24 ezer részecske gyorsító működik, és ebből csak 200 olyan, amit tudományos célra használunk. Ez azért egy elég nagy szám. Tehát ebben benne van... Ebben a tévék már nincsenek be. A tévék már csak a fejlődő országokban vannak. Tehát 24 ezeres nagyságrend azért az már elég nagy, és ebben benne vannak az általam említett óriási ilyen hadronterápiás központok, és az asztalra elhelyezkedő részecskegyorsítók is. Közel 40 milliárd euró értékben készült termék ilyen módszerekkel. Tehát 400 milliárd euró értékben készül ilyen termék. A hadronterápiás eszközökkel már 75 ezer beteget kezelnek világszerte, és ez várólisták vannak, illetve folyamatosan épülnek centerek. Ha az ember megnézi, hogy milyen sűrűn épülnek ezek a centerek, gyakorlatilag országonként, Európában országonként lesz egy vagy kettő ilyen berendezés. Olaszok elég jól állnak, Norvégiában most az állam megítélt egy igen nagy összeget arra, hogy több ilyen gyorsítót is létrehozzanak, tehát a gazdag országok ezzel tudnak lépni, kicsit előnyben vannak, de nálunk is elindult ez a folyamat. És hát a jó dolog az, hogy ebbe a technológiában mi benne vagyunk, több részen is, egyrészt a Wigner kutatóközpontban lévő detektor laboratórium és a kísérletekhez kapcsolódó kutatások, amik természetesen a TOP-hoz, tehát az LHC-hez kapcsolódnak, amiben Magyarország tagország és 1%-ban részese ennek a berendezésnek. Ehhez a technológiát tudjuk, a technológiával én nap mint nap találkozom, amikor a laborba lemegyek a diákjaimhoz, és megnézem, hogy mivel töltötték az aznapi kutatásukat. Tehát ez megvan, és nem vagyunk kevesen, országos szinten körülbelül olyan 60-70-en vagyunk, akik a CERN-ben direkt módon dolgoznak, tehát megvan a tudásbázis ahhoz, hogy adott esetben ezt átvihessük az iparba, hogyha valakinél ez az igény merül föl. Na hát körülbelül ennyit akartam volna mondani, itt össze is foglalnám akkor a dolgokat, tehát a részecske gyorsítók, ahogy itt megmutattam, ott vannak a mindennapokban. A legnagyobbakat persze látjuk, ugyanúgy, mint a legnagyobb épületet, a kisebbek viszont elbújnak különböző hétköznapi termékek mögé, és nem is gondoljuk, hogy az az eredménye. Az alkalmazási területek a mikroelektronika, félvezetőgyártás, vegyipar, műanyagipar, nehézipar, egészségügy, energetika, környezetvédelem és biztonságtechnika is. És akkor ugye ezek azok most már, akkor mondhatom a legközelebb az előadásom végén, ami a tudományos oldalról közelíti meg ugyanezt a dolgot, hogy ezek azok a kézzelfogható dolgok, amiket lehet látni a mindennapokban. És hát ami nem kézzelfogható, és ami a tudománynak egy másik ága, a járulékosnak nevezett hasznok, amik a tudományos részecskegyorsítókból jönnek, így az, hogy új anyagokat, új igényeket támasztva új anyagokat hozunk létre, erős mágneseket tudunk létrehozni, amiket mindenféle hétköznapi alkalmazásokban tudunk aztán használni. Új technológiák, új eljárások és a rengeteg adat, amit pedig a gyorsítókban használunk, az mind-mind az adatfeldolgozás, a big data, vagy nagy adattömegeknek a feldolgozása és mozgatása, illetve egyéb ilyen
információtechnológiai dolgok is előkerülhetnek. Hát körülbelül ez az, amit szerettem volna bemutatni. Remélem, hogy elég érdekfeszítő volt, hogy az a tudomány, amit itt elsajátíthattok majd a Skűn, a Nyifen és a különböző egyéb stációkon keresztül, az egyszer oda vezethet, hogy akár embertársaikon segíthetünk, akár jól lakhatunk megfelelő déli gyümölcsökkel, vagy van szép mobiltelefonunk, vagy csak olcsón veszük az energiát. Hát köszönöm szépen a figyelmet!